Szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, Isten házában és a televízió képernyői előtt. Isten igéjével is hadd köszöntselek benneteket, így szól a Zsoltáros, aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Amen. Szeretett testvérek, fennállva énekeljük a 163. dicséret első versét. Foglaljuk el helyünket, folytassuk tovább Isten dicsérő énekünket a 250. dicséret első és negyedik versének éneklésével, jól ismert dallamra, a 23. Zsoltár dallamára fogjuk énekelni. Kedves testvérek, most hallgassuk meg a Baltazár Dezső Református Általános Iskola 7. A osztályának szolgálatát. Túrmezei Erzsébet, átragyog a rajtunk. Benéz a nap a templom ablakon, átragyog a színes ruhájú 12 férfi alakon. Tarka foltokat vet a pacsorokra, s a kisfiúra édesanyja mellett. Az nézi egy ideig álmélkodva a szép mozaik templom ablakot, a 12 sugárzó alakot. Aztán kérdez, legrosszabb kor talán, megkérdi, kik azok édesanyám?
Tart még az ige hirdetés, édesanyja csak arra figyel, s a kis kérdező csukva hirtelen, egyetlen szóval csendesíti el. Keresztények, s hangzik tovább a prédikáció, szól az orgona, zeng az ének. Gyerekek, vetődik fel hittanórán, néhány nap múlva váratlan a kérdés. Milyen emberek a keresztények, ki mondja meg nekem, s a kis csapat nagy igezettel töri a fejét a feleletem. Aztán egy kisfiú jelentkezik. Tanítója ilyen feleletet egyhamar újra alig ha kap. A keresztjének olyan emberek, akiken átsüt a nap. Milyen gyermeki, igaz felelet? Lehet-e annál drágább feladat, mint hogy rajtad, rajtam, mindegyikünkön átsüssön, ragyogjon a nap. Átragyogjon sötét világba, és beragyogjon sötét szíveket. Nem, ennél szebb feladat nem lehet. Kísérjen hát egyre a kérdés, tova tűnő évek alatt, átragyog-e, átsüt-e rajtad, átragyog-e rajtam a nap? Köszönjük szépen a verset. A diákok felkészítője Pinténi Tóth Anikó, osztályfőnök kisné Ceglédi Erika, nagyné Léni Beatrix voltak. Isten áldjon meg benneteket. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint azt felolvasom. Pál apostol második Timóteushoz írt második leveléből, az első részből. Ne szégyeld hát a mi Úrunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással. Nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett, ami üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek. És meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál. A Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy szívünkben ne csak hallott szó legyen, hanem termőre forduló ige, és gyümölcsöt teremjen a mi életünkben. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Urunk, mindenható Atyánk, Istenünk, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk, hogy adtál még új erőt, egészséget erre a mai napra. Oly sok drága kincs van ebben az életben, és most talán leginkább az egészségre tekintünk úgy, mint drága kincsre. De köszönjük azt, hogy drága kincsként tekinthetünk a te igédre, lelki táplálékunkra, lelkünk megerősítőjére. Szükségünk van mind a kettőre. Szükségünk van, Urunk Istenünk, a te áldásodra, gondviselő kegyelmedre, hogy a testünk egészségének drága kincse megmaradjon, és a lelkünkbe elhelyezett drága kincset, a te igédet megőrizzük, megcselekedjük. Amíg adsz arra lehetőséget, aszerint éljünk. Mindenható Atyánk, Istenünk, küldd el hozzánk a te szent lelkedet, erősítő, értelmet adó, bölcsétevő, útba igazító, vigasztaló, bátorító szent lelkedet, hogy a te igédet megértesse velünk, hogy annak megcselekvésére indítson bennünket, megáldjon, megszentelje a mi életünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, Urunk.
Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetés hallgatására, 377. dicséret harmadik versét énekeljük. Szakaszd el hát most is szívünket, így kezdődik ez az ének. Ige hirdetésem alapigéjét olvasom Máté írása szerinti evangéliumból, örömüzenetből, a 10. fejezetből. Így szól Jézus: aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet. Kedves testvérek, mielőtt elkezdeném ige hirdetésemet, egy kérdést szeretnék föltenni. Nyújtsa fel a kezét az, aki hisz abban, hogy vannak még csodák. Ú, de jó. Na, ennek nagyon örülök, hogy ilyen sokan hiszünk abban, hogy vannak még csodák. Emelje most föl az a kezét, aki átélt már maga is csodákat, vagy legalább egyet az életében. Vannak néhányan, sőt, elég sokan. Jó ezt látni, hogy közöttetek, testvérek, ilyen sokan hisznek abban, hogy általában történnek még ma csodák, illetve annak még inkább örülök, hogy az életetekben fölfedeztétek, amikor Isten csodákat tett. Egy szótár ezt mondja a csodáról. A csoda olyan esemény, amelyet nem tartunk lehetségesnek vagy valószínűnek tapasztalataink és ismereteink fényében. A csodát ezért főleg különböző vallások hívői élik meg, fogadják el és magyarázzák úgy, hogy az az Isten vagy természet feletti erők munkájának eredménye. Valami nem valószínű, sőt akár nem is lehetséges, de mégis megtörténik. És a hívő ember ezt nem a szerencsének, hanem a mindenható Istennek tulajdonítja. Azt tapasztalom, hogy egyre kevesebb dologra tud az ember mégis úgy tekinteni, hogy ott akkor csoda történt. Az ember általában egyre okosabb, a tudomány fejlődik, hihetetlen sebességgel fejlődik a tudomány. És ahogy az ember egyre okosabb és tanultabb lesz, úgy egyre több mindenről kimondja azt, hogy hát itt nem történt semmiféle csoda. Valamilyen megmagyarázható dolog történt, és rögtön keresi az okot, keresi a magyarázat lehetőségét, és meg is magyarázza. És az a furcsa, hogy mi emberek igyekszünk mindent megmagyarázni. Mindennek megadni a pontos magyarázatát, mert nem szeretjük, hogyha valamit nem tudunk kontroll alatt tartani, nem tudunk ellenőrizni, hogyha valami úgy történik, hogy azt nem mi irányítjuk. Vagyis a csodákat a hit és az isteni hatalom által befolyásolt
területét az életnek, igyekszik a mai ember, a modern ember kiszorítani még a gondolkodásából is. A megmagyarázható dolgokkal kapcsolatban mégis csoda az, amikor éppen úgy, éppen olyan sorrendben, éppen olyan összefüggésben, éppen azon a helyen történik valami, és ez nem lehet a véletlen műve. Bár sokszor ilyenkor is az ember azt mondja, hogy szerencsés körülmények játszottak össze. A véletlen műve az, hogy ez éppen akkor, éppen úgy történt, hogy abból valami jó dolog következett. Csak ne kelljen ezeket a dolgokat, ezeket az eseményeket, az események láncolatát Istennek tulajdonítani. Aztán mégis történnek olyan események az ember életében, amikor belekerülünk olyan helyzetbe, olyan élethelyzetbe, hogy hirtelen nem tudunk semmi másra sem gondolni, csak arra, hogy bárcsak történne velem valami csoda. Mert itt már csak a csoda segíthet. Az ember mindent elkövet, hogy észszerű magyarázatot adjon csodálatos dolgoknak, hogy csodátlanítsa, a csoda jellegét elvegye az életnek, és mégis történnek olyan dolgok, amikor az ember semmi más megoldást nem lát a saját bajára, saját nehéz élethelyzetére, nyomorúságára, csak a csodát. És talán még fel is sóhajt az ember ilyenkor, és ez már egyfajta imádkozás is, hogy Istenem, adj egy csodát, tégy egy csodát, mert itt már csak a csoda segíthet. Sajnos elfelejtette a modern ember azt, hogy hogyan ismerheti fel a csodát. Elveszítette nagyon sok ember a képességét annak, hogy fölismerje, hogy itt valami csoda történt, hogy itt egy csoda részévé vált, hogy itt ebben a helyzetben Isten avatkozott be csodálatos módon az életébe. Elveszítettük azt a képességünket, hogy fölfedezzük, hogy mi egy csoda részesei vagyunk. És ennek az lesz a keserű következménye, hogy habár az ember vágyakozik a csoda után, de mégis sokan egyáltalán nem hiszik el, hogy velük is megtörténhet az a csoda, amire igazából lelkük mélyén mégiscsak vágyakoznak. És mivel nem hiszi, nem is készül fel arra, hogy megtörténhet a csoda, hogy Isten készíti a csodát. Testvérek, látjátok, hogy az emberek nagyon sok része, nagyon sok ember tagadja a csodát. Mások azonban hisznek a csodában. És olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy régen volt csoda a régi időkben, de manapság már ez nem játszik. Ez már nem divat, hogy csodában higgyünk, hogy csodák történjenek. Minden kiszámítható módon történik, vagy éppen az emberi szándékok, hátsó gondolatok, leleplezett tevékenységek, vagy éppen titokban végzett tevékenységek mozgatják a világot. Én azonban mégis azok közé tartozom, és örülök, hogy a legtöbben közülünk azok közé tartoznak, akik hiszik, hogy vannak még csodák. És ez szerintem fantasztikus dolog, hogy vannak még csodák. Csodálatos az, hogy Isten mind a mai napig olykor beleavatkozik a világ folyásába, és csodákat tesz. Sőt, igazából, amikor kellő hittel és alázattal szemléljük a körülöttünk lévő természetet, világot, akkor számtalan csodára csodálkozhatunk rá. És az, hogy rácsodálkozhatunk valamire, az már maga is csoda. Maga az emberi test, úgy, ahogyan vagyunk, kész csoda. Ahogy minden szervünknek a legapróbb sejtekig megvan a maga szerepe, funkciója,
ahogy összehangoltan működik szervezetünk, az maga a csoda. Ha megbetegszik, akkor a gyógyulás folyamata is csoda. Nem akarom semmiképpen sem kisebbíteni az orvosok feladatát, tudását, szakmaiságát, mert nagyon fontos, nélkülözhetetlen az orvosoknak a felkészültsége. Nélkülözhetetlen olykor az orvosságok hatása, hatóanyaga. Nélkülözhetetlen egy-egy precíz műtéti beavatkozás. Mégis a gyógyulás folyamata Istentől, az emberi test alkotójától való csoda. Ezt hiszem. De csoda az, amikor valami olyan dolog történik, amit semmiképpen sem lehet semmilyen észérvel, logikával megmagyarázni. Csak két példát hadd említsek. Csodának tartom azt, ami sok-sok évvel ezelőtt, még egészen kisgyerek voltam, édesapám mesélte, ő autóvezető volt, és vitte az embereket az M7-es autópályán, és elmesélte azt, hogy a belső sávban haladt, mert előzött, igen gyorsan ment, és föltűnt előtte egy porfelhő, és a másodperc tört része alatt baleset lehetett volna. Sok ember halálával végződő baleset. Ő mégis félre tudta rántani a kormányt, azóta se tudta megmagyarázni, hogy hogyan, és nem volt senki mellette a külső sávban, és semmi baj nem történt, azon kívül, hogy a szembe jövő autó átszakította a sövényt, akkor még nem volt szalagkorlát. Nem történt baleset. És csoda az, ez a második példa, amit hadd említsek, ahogyan egyszer én is meggyógyultam súlyos tüdőgyulladásomból, amikor barátaim, szüleim imádkoztak értem gimnazista koromban. Hétfő reggel röntgen kétoldali súlyos tüdőgyulladást állapított meg, és az orvos azonnal be akart utalni a kórházba, de kértük, hogy adjon pár napot, várjunk még egy pár napot. Hát, ha javulni fog valamelyest az állapotom. Majd pénteken elküldött újból a röntgenre az orvos, aztán kézbe vette a röntgen felvételt, és nem akart hinni a szemének, mert teljesen eltűnt a kétoldali tüdőgyulladást, és tiszta lett a tüdő. Az ima meghallgatás csodája. Kedves testvérek, nézzünk meg most egy diát. Lehet, hogy egy kicsit apró betűkkel van fölírva, de azt szerettem volna, hogy egy dián látszódjon minden. Vannak még csodák. Ez a címe annak az igehirdetési sorozatnak, amelyet ma kezdtünk el. Ezen a képen azt látjuk, hogy ennek a három szónak minden egyes betűje elkezd egy rövid mondatot, és ezeket a tulajdonságokat, ezeket a tevékenységeket, feladatokat szeretnénk néhány héten keresztül igehirdetésen sorra venni. Elolvasom azok kedvéért, akik esetleg nem tudják jól elolvasni, nem látják. Vállalni Krisztust a világban, alázatosnak lenni, naponta Bibliát olvasni, nevelni gyermekeinket Isten igéjével, adakozni rendszeresen, kivenni részünk a szolgálatból, megbocsátani egymásnak, égni a misszióért és a látásért, gyülekezeti közösségbe járni rendszeresen, csodák észrevétele az életünkben, segíteni a rászorulókon, oda vezetni Krisztushoz másokat, dönteni Jézus mellett, átvenni Krisztus jellemét, követni Krisztus útját és szolgálatát. Vannak még csodák.
Hiszem azt, hogy ha mindezeket megéljük, ha ezek jellemezni fogják a mi életünket és gyülekezetünk egészét, akkor csodákat fogunk átélni, mert Urunk áldása még inkább kiteljesedik az életünkön. És hiszem azt, hogy ha ma nekünk, mindannyiunknak szükségünk van csodákra, akkor, hogyha elkötelezettebbé válunk Isten iránt, Krisztus követése iránt, akkor a csodákat meg fogjuk tapasztalni. Mert a csodák Istentől kapott jelek. A csodák azt jelzik, hogy Isten nem mondott még le rólunk. A csodák azt jelzik számunkra, hogy Isten ott van mellettünk, ott van mögöttünk az ő erejével, segítségével, bölcsességével, tanácsaival. Az ő hatalmával és erejével értünk cselekszik. Nem hagyott bennünket magunkra, bár sokszor azt érezzük, hogy teljesen magunkra maradtunk, sokszor azt érezzük, hogy elfogytak a lehetőségeink, elfogytak a mi erőnk, de Isten ott van mellettünk. Persze mi továbbra is szeretünk erősek lenni. Szeretjük azt, hogyha nem szorulunk rá senkinek a segítségére. Szeretjük azt, hogyha mi magunk tudunk mindent megoldani. Ez a mostani helyzet, a vírus terjedése, az egyre több megbetegedés, azonban arra döbbent rá bennünket, hogy bizony törékenyek vagyunk, nem vagyunk annyira erősek, mint amennyire szeretnénk erősek lenni. Egyáltalán nem vagyunk olyanok, mint amilyennek sokszor mutatni szeretjük önmagunkat. Szükségünk van csodákra nekünk is. Mert eljutottunk egy olyan határpontra, ahol már csak a csoda segít, az isteni csoda. A kegyelemből megtapasztalt és átélt csoda. És egyáltalán nem természetes, vallom azt, hogy nem természetes, hogy megtalálják ennek a betegségnek az ellenszerét. Hiszen számtalan olyan betegség van mind a mai napig, amit az orvostudomány próbál legyőzni, de csak kezelni tudja. Kísérleteznek évtizedek óta, hogy megtaláljanak bizonyos betegségeknek ellenszerét, demenciának, Alzheimer-kornak. A rák nagyon sokféle típusának az ellenszerét, és mind a mai napig nem találták meg. Én is bízom abban, hogy meg fogják találni ennek a járványnak is az ellenszerét, de nem természetes az, hogyha megtalálják, hanem az isteni kegyelem az, hogyha sikerül egy-egy betegségnek megtalálni az ellenszerét, és az orvosok hatékonyan tudnak segíteni. Kedves testvérek, az evangéliumok leírják azt, hogy Jézus bármerre járt, mindenütt felmutatta a csodák által Isten jelenlétét, az Isten országának a közelségét, az ő hatalmát. Megszaporította a kenyereket, a halakat, és hatalmas tömeg lakhatott jól. Lecsendesítette a háborgó tengert, meggyógyított vakokat, sántákat, bénákat, meggyógyított leprásokat, megszabadított őrjöngőket, és halottakat támasztott föl. Azonban a Szentírás följegyzi azt, hogy amikor saját hazájában, vagyis Názáret városában járt Jézus, akkor így olvassuk az igében, nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt. Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt. Mert Jézus kezét egy módon le lehetett fogni, hogy ne tegyen csodát. A kételkedők, a hitetlenek Názáretben le tudták fogni Jézus kezét. De tudjuk azt is az evangéliumokból, hogy Jézust az emberek hite motiválta. Arra ösztönözte, hogy gyógyítson, hogy segítsen, hogy csodát tegyen.
Márk evangéliumának 9. részében egy édesapa könyörög beteg fiáért, hogy Jézus gyógyítsa meg őt. És ezt a beszélgetést olvassuk. De ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk, mondja ez az édesapa. Jézus pedig azt mondta neki, ha tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja azonnal felkiáltott, hiszek, segíts hitetlenségemen. Hitt, de ugyanakkor tudta azt, hogy az ő hite mennyire kevés. Még az a kicsi hit, az inkább hitetlenség, de mégis próbált hinni, és készen állni a csodára, és a csodát átélte. Csodákra vágyunk, mert már csak a csoda segíthet, hogy elkerüljük a megbetegedést, hogy megállítsuk a járvány terjedését, hogy megfékezzék az erőszak terjedését ebben a világban, mert annak is tanúi vagyunk. Csak a csoda segíthet, hogy ez a világ ne rohanjon vesztébe, hogy Európa nagyhatalmú vezetői végre ne az emberek ellen döntsenek, ne a józanész, ne a tiszta erkölcs ellen hozzanak törvényeket. Már csak a csoda segíthet. Csak a csoda segíthet nagyon sok mindenben. Hadd ne kezdjem el sorolni, hogy mi mindenben már csak a csoda segíthet. Hinni kell a csodákban, hinni. Ehhez hitre, mégpedig keresztjén hitre van szükségünk. A Jézus Krisztusba vetett hitre van szükségünk, és minden lehetséges annak, aki hisz. Ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk, hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Mert aki Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Az Isten tisztelet elején három diáktól, a 7. A osztályosoktól egy verset hallottunk. Ez a vers nagyon szépen kifejezi azt, hogy mit jelent keresztyénnek lenni. És számunkra is fölteszi a kérdést a vers, hogy átragyog-e rajtunk a nap. Mert azok az igazi keresztyének, akik engedik, hogy rajtuk a nap fénye, az Isten jelenléte átsugározzon. Akik nem takarják el Isten cselekvését, Isten hatalmát, hanem engedik, hogy rajtuk, az ő személyiségükön is átsugározzék az Isten kegyelme és ereje. Arra van ennek a világnak szüksége, hogy mi, Krisztus követő emberek, engedjük Isten fényét életünkön átragyogni. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Olvassuk szintén Pál levelében, amit a római gyülekezetnek írt. Testvérek, az Úr Jézus egy alkalommal elküldte tanítványait, hogy menjenek el minden városba, faluba, tegyenek csodákat, beszéljenek, hirdessék az evangéliumot. A tanítványoknak ez volt a feladatuk, hogy egy szóval bizonyságot tegyenek, vagy hitvallást tegyenek. Majd azt is mondta nekik, amikor fölkészítette őket erre a feladatra, azt is mondta nekik, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Azt a feladatot kapták a tanítványok, hogy engedjék Isten fényét átragyogni az életükön. Ahhoz, hogy átéljük a csodákat, ahhoz elengedhetetlenül fontos az, hogy Krisztusról és a mi győzelmes hitünkről bizonyságot tegyünk. Igehirdetési sorozatunknak az a címe, vannak még csodák, és az első betű, a V betű azt jelenti, hogy vállalni Krisztust a világban. Vállald az emberek előtt azt, hogy hiszel Krisztusban. V azt jelenti,
vállald Krisztust. Ez a bizonyságtétel. Vállalom azt az emberek előtt, hogy hiszek Istenben. Vállalom azt, hogy ő benne bízok. Tőle várom, hogy megőriz a járványban, hogy megőriz, hogyha megbetegszem, hogy megsegít minden nehézségben. Vállalom azt, és bizonyságot teszek arról, hogy Isten ma is tud csodákat tenni, hogyha ez ő előtte kedves. De hogyha nem tenné is, ha Isten mégis másképpen dönt, ha nem tesz velem csodát, mert másként végzett, akkor is engedem, hogy az ő fénye átragyogjon az életemen. Akkor is mellette döntök. Akkor sem tagadom meg őt. Tudom, hogy a bizonyságtétel, a Krisztusról való beszéd, hitvallás nagyon sok kereszténynek nagyon nehéznek tűnik. Úgy érzitek talán ti is, hogy erre nem vagytok ti sem fölkészülve, nem vagytok alkalmasak. Nem tudtok Krisztusról, és nem tudtok a hitetekről beszélni. Ezt inkább csinálja a lelkész, hiszen azért végezte el a teológiát. Ez az ő feladata, ez a mi feladatunk. Igen, igaza van annak, aki azt mondja, hogy ez nehéz dolog. Igen, az. Nem könnyű, még nekünk lelkészeknek sem. De emlékezzünk néhány híres bibliai alakra. Noé részeges ember volt. Ábrahám hazudott, Sára türelmetlen és gúnyos volt. Jákób csaló volt. Mózes dadogott. Gedeon bizonytalan természetű volt. Jónás gyáván elfutott az Úr elől. Illés hajlamos volt a depresszióra. Péter apostol forró fejű és hirtelen haragú volt, Márta aggodalmaskodott, Zákeus visszaélt a hatalmával, Tamás pedig kételkedő volt, Pál apostol fiatalkorában bosszúszomjas. Láthatjuk, kedves testvérek, hogy Isten nem az alkalmas embereket hívja el a szolgálatra, hanem elhív el embereket, és az elhívottakat alkalmassá teszi a szolgálatra. Így kaptunk mi mindannyian elhívást a bizonyságtételre. És ha elhívást kaptunk, akkor Isten alkalmassá tesz bennünket is. Adjunk hálát ezért Istennek, hogy ő elhívott bennünket. Adjunk hálát Istennek azért, hogy ő alkalmassá tesz téged is, engem is a szolgálatra, a hitvallástételre, a bizonyságtételre. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, valóban sokszor mi magunkat teljesen alkalmatlannak tartjuk arra, hogy rólad beszéljünk. Hitvallást tegyünk, bizonyságot tegyünk, ezt érezzük, és ezért nem nyílik meg szánk, amikor beszélni kellene rólad, inkább hallgatunk, talán szégyellősen el is megyünk abból a társaságból, ahol pedig bátran kellene szólnunk. Urunk Istenünk, oly sok embert tettél alkalmassá a hitvallástételre, a bizonyságtételre. Alkalmassá tetted az apostolokat, az ősatyákat, alkalmassá tetted református őseinket. Alkalmassá tetted nagyszüleinket, akiktől talán először hallottuk a te igédet, vagy először hallottunk embert imádkozni. Hálát adunk az ő életükért. Hálát adunk azokért, akiktől megtanultunk mi is imádkozni, akiket láttunk bizonyságot tenni,
Krisztusról beszélni. Arra kérünk, Urunk Istenünk, hogy tudjuk mi is vállalni Krisztust ebben a világban. Hogyha kell, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, akkor ne szégyeljük mi sem az evangéliumot, a Krisztusról szóló beszédet, bizonyságtételt. És kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy készíts föl bennünket a csodákra. A hitvallástétel, a bizonyságtétel által is hadd készüljünk föl a csodákra. Hiszen vannak még csodák. Te ma is csodálatosan, hatalommal, erővel, szentséggel cselekszel. Dicsérünk és áldunk téged ezért, Istenünk. És szükségünk van erre, ezekre a csodákra. Szükségünk van arra, hogy a te csodáiddal, kegyelmeddel megerősítsd az orvosokat, a kutatóprofesszorokat, hogy megtalálják a járvány ellenszerét, védőoltást tudjanak kifejleszteni, hatékony orvosságokat, kezeléseket tudjanak felfedezni. Segítsd meg őket, Urunk Istenünk! És imádkozunk azokért, akik betegségben szenvednek, várják a gyógyulást, talán félelemmel a szívükben reménykednek abban, hogy a kezelések, a gyógyszerek hatékonyak lesznek, és újra egészségesen térhetnek szeretteik közébe vissza. Mindenható Atyánk, Istenünk, gyógyítsd meg a betegeket. És könyörgünk azért, hogy őrizd meg mindannyiunkat egészségben, erőben. Őrizd meg különösen az időseket, idős szeretteinket, rokonainkat, szüleinket, nagyszüleinket. De őrizd meg a fiatalokat is, akiket talán annyira nem fenyeget ez a mostani járvány, de mégis ők is megbetegedhetnek. Kegyelmes Urunk Istenünk, imádkozunk hozzád azokért, a családokért, akik veszteséget, gyászt hordoznak, akik az elmúlt napokban álltak meg ravatal mellett, adj számukra áldott emlékezést, vigasztalásoddal áld meg őket, és könyörgünk azokért, a családokért is, akik hamarosan néhány nap múlva kell, hogy ravatal mellett álljanak meg. Adj nekik erőt a végső tisztesség megadásához szerettük számára. Urunk Istenünk, imádkozunk hozzád iskolánkért, és imádkozunk hozzád mindazokért, akik egyházi iskolákban tanulnak, hogy ne csak tudományt szerezzenek, hanem hitben is gazdagodjanak és erősödjenek. Kegyelmes Urunk Istenünk, áld meg a felnövekvő nemzedéket, a fiatalokat, a te kegyelmeddel, a te vezetéseddel, erőddel. Jézus Krisztusért, a mi Urunkért, aki így tanított bennünket imádkozni, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, adakozzunk háladással és örömmel, mert megáldja Istened az Úr minden termésedet, és kezed minden munkáját. Örvendez hát. A gyülekezet foglalja el helyét, és hogy tudjunk közös dolgainkról, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ige hirdetéseinket nyomon követhetik, visszahallgathatják a gyülekezet Facebook oldalán, YouTube csatornáján, illetve öröm az, hogy újból van lehetőség arra, hogy
a városi televízió is közvetítse az istentiszteleteket. Vasárnap délelőtt 10 órától lehet a városi tévé csatornáján nézni az istentiszteleteket. Illetve hirdetem azt a lehetőséget is, hogy gyülekezetünk igehirdetéseit telefonon is vissza lehet hallgatni, hogyha tárcsázzuk a kivetítőn látható telefonszámot, az 52-es körzetszám 219-800-as telefonszámát, ez egy normál díjas telefonszám, és mindig a legutolsó igehirdetést lehet rövidített formában meghallgatni. Kedves testvérek, áldásvételre készülve istentiszteletünk zárásaképpen énekeljük el a Tégy engem békeköveteddé kezdetű éneket, melyet a Bárka zenekar fog kísérni. Bíztatok mindenkit, hogy bátran énekeljen, kapcsolódjon be az éneklésbe. Jöjjetek, fennállva fogadjuk az áldást. Emlékezzetek Isten csodatetteire,
amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt. Amen. Áldás békességet!